Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Nekem van egy német nyelvű csatornám is, Denderász Liebes Orakel. És ott kivetettem a kártyát. Pontosan ezt a képet mutatja, amit így magyarul elmondok nektek is. A három kérdőjeles jóslás 2019. november 15-én. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt? Mik a tervei, mik a gondolatai? A választ megadja ez a kártya. És ez annyit jelent, hogy ő érzi az érzelmi világát, amit ő tervez, ez a nyitottság, így mutatja is a kép, és egy jó ajánlat, vagy egy meghívás az ő részéről. A második kérdés pedig az, hogy mik az ő titkos vágyai. Egy mély pillantás az ő érzelmi világába. A választ megadja ez a kártya. Amit őt jelen pillanatban foglalkoztat belülről, az az anyagi biztonság. Ez most neki nagyon fontos, átvizsgálni az anyagi dolgait. A harmadik kérdés pedig az, milyen lépéseket tesz irányotokba, a választ megadja ez a kártya. Ő szeretne egy lendületet a szerelmi élet területén. Vannak vágyai, szeretne közeledni hozzátok, vagy tervez egy találkozást. De ő úgy gondolja, hogy valaki figyel benneteket, jelentheti azt is, hogy ő féltékeny. A negyedik kártya is mutat valami fontosat, és az azt jelenti, amiben ő megbízik, ami neki fontos, a szeretni megtartani. Az is lehet, hogy ilyen gondolataitok vannak, nektek valami fontos az életekben, amit nem szeretnétek elveszíteni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Köszönöm figyelmeteket, viszontlátásra!